Nem nagyon akadt üres szék a jubileumi rendezvényen, a vármegyei kézilabdás család tagjai közül mindenki igyekezett eleget tenni a meghívásnak. Mint a szövetség elnöke kiemelte, az elődök munkájának is köszönhető, hogy stabil háttérrel tudnak dolgozni a kézilabdáért. Egy nagyon megható pillanat a mai nap a vármegyei szövetség életében, mert erészt egy nagyon kerek szám, sok-sok évtized, ami mögöttünk áll, és én nagyon elgondolkodtam azon, mert nekem ez 20 év az életemből, és 30 éves barátságok vannak majd, vagy lesznek itt a teremben, és nehéz lesz majd az arcokba belenézni, mert megható és a pillanat. Nagyon sokat fejlődtünk, és mindenkinek a nagyon komoly része volt abban, hogy idáig el tudtunk jutni. Nem akarom sorolni az elnököket, mert akárhány évig volt egy elnök itt ebbe a pozícióban, mind-mind hozzá tudott tenni ahhoz, hogy a Vármegyei Szövetség ilyen stabilan, ilyen jó kézilabdás régió tudjon válni az országban. Baracsi Endre korábban sportági elnökként és alelnökként is dolgozott azért, hogy minél jobb körülményeket tudjanak teremteni a vármegyebeli csapatok számára. A sportról beszélünk, és hogyha a kézilabdáról, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kézilabda, mint sportág, nagyon komoly eredményeket ért el, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. És hát olyan sportolók születtek itt a megyébe, és indultak el innen világhódító karrierjükre, mint akár Iván Csikék, vagy akár mondjuk Harsányi Gergő, Tarnavölgyi Gergely, vagy Kulcsár Anita, tehát ők azt hiszem, hogy olyan ikonikus és emblematikus figurái a sportágnak, akikre mindenképpen büszkék lehetünk, és hát ugye itt ez a szakmai bázist is fémjelzi, hogy itt valóban olyan szakmai munka folyt, akár az iskolákban, akár a kézilabda szövetségbe, amely megteremtette az alapot arra, hogy itt valóban meglegyen az a háttér, amellyel nyugodtan lehet a sportban előrelépni, és hát valóban jöttek is az eredmények, és ezek az eredmények akár utánpótlásba, hogyha mondjuk a diák sportra gondolunk, vagy akár természetesen a felnőtt bajnokságokba, ezek mind-mind igazolták, hogy itt valóban itt nagyon komoly és eredményes szakmai munka folyik. A rendezvényen bemutatták azt a kiadványt, amelyet a korábbi válogatott kézilabdázó, jelenleg utánpótlás edző, a Kelet-Magyarország munkatársa Tarnavölgyi Gergely írt és szerkesztett. 70 év történetét nagyon nehéz összefoglalni, főleg annak fényében, hogy az elmúlt 20-30 évről vannak nekünk azért fontos és pontos információink. Egy részét saját magam, saját kútfőből, saját gyűjtésből szedtem össze, de sokat segítettek a vármegyei egyesületeknek az elnökei, korábbi vezetői, akik a klub egyesület történetét megosztották velem. Az ünnepségen elismerést vehetett át Kocsmáros András, aki 30 éven át szolgálta játékvezetőként a sportágat. Az akkori kollégámmal, Ungvári Sanyival 96-ban, tehát gyakorlatilag a 3 év vizsga után fölkerültünk az úgynevezett ákeretbe. Akkor volt egy váltás Nagy Lacival, és onnantól kezdve 12-13 évig együtt vezettünk, fölkerültünk az első osztályba, ami élményként legtöbbet jelentett, vagy jelenthetett, az a Magyar Kupa elődöntője volt. A szövetség az idei évben is folytatni szeretné utánpótlásképző és edzőképző programjait, valamint ismét nemzetközivé kívánják tenni a Junior Kupát, amelyet 2024-ben Nyíregyházán rendeznek majd meg.